Október 12-én és 13-án 20 Európai Uniós ország közel 1000 eseményéhez csatlakozva. Idén először Magyarországon is megrendezésre került az Erasmus Days. Ennek részeként október 12-én az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda a Future Green Generation elnevezésű projekt részeseként egy zenés flashmobot mutatott be a dobótéren, amely a környezetvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezt a Szent Imrés diákok komponálták, a zenét, az éneket hozzá, a dán gyerekek pedig a táncot találták ki hozzá, és egy hét alatt betanultuk a fő táncosok között, mindegyik nemzetiségből, aki részt vesz ezen az Erasmus programon, volt gyermek, és az iskolából is több osztály csatlakozott hozzá. Azért jó ez a pályázat, mert mindenki aktív részese, tehát az osztályok vágták a kezeket, hogy integessenek, és nagyon-nagy öröm ez számomra, hogy ilyen összetartó ez a nagy közösség, a Szent Imre Iskola, mely ebben az évben ünnepli 25 éves évfordulóját. Az intézmény az elmúlt napokban 4 ország 17 diákját látta vendégül az Erasmus Plus projekt részeként, akik a Szent Imre iskola tanulóival közösen tartottak különböző workshopokat az iskolában.